Domján Sándor főmérnököt kérdeztük, hogyan érinti ezen intézkedés a vállalkozásokat. A kis és közepes vállalkozások a magyar gazdaság lényeges százalékát teszik ki, mind adóbefizetőként, mind munkáltatóként. Ahhoz, hogy valaki biztonsággal tudjon gazdálkodni, általában bank pénzére is szüksége van, ez lehet hitel vagy más formájú banki pénz, aminek értelemszerűen kamata van, hiszen ha valakinek használjuk a pénzét, azért fizetni kell. Ez teljesen rendben van, mindaddig, amíg ez kiszámítható. Attól kezdve, amikor ez kiszámíthatatlanná válik, ez akár meg is kérdőjelezheti a létét egy-egy kis és középvállalkozásnak, akár nagyobbnak is. Tehát, hogyha ez egy fixen kiszámítható költség lesz, az biztos, hogy adóbefizetést ment meg, biztos, hogy munkahelyeket ment meg, megőrzi a versenyképességét a termelés oldalán a kis- és középvállalkozásoknak, tehát egy mindenképpen üdvözlendő kormánydöntésről van szó. Az intézkedés jelen ismereteink szerint 2023. június 30-áig lesz érvényben, vagyis az érintett vállalkozások törlesztő részlete 8 hónapon keresztül lesz kedvezőbb, mintha a normál piaci feltételeknek megfelelően kellene fizetniük. Ha banki oldalról ülnék, biztos, hogy örülnék egy nagyobb kamatnak a tervezetnél, de én úgy gondolom, hogy a bankok, amikor egy-egy terméket, hiszen a hitel az nekik termék, egy-egy terméket létrehoznak, azt áruba bocsátják, azért biztos, hogy benne, hogy ki van számolva, hogy mi az az alsó kamatszint, ami mellett még megéri, és gondolom, hogy a kormány is megvizsgálta ezt, és nem ez alatt a kamatszint alatt kéri a befagyasztását ezeknek a kamatoknak.